Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy újra velünk kezdik ezt a reggelt is. Igyekszünk megszolgálni a bizalmat. Például itt lesz majd Gőgös Zoltán az MSZP-től, mert hogy ugye tudható, hogy tegnap este volt egy elnökségi ülés, és eléggé fornak az indulatok az MSZP-ben, legalábbis úgy hírik Botka László bejelentkezése kapcsán. Az előzetes sajtóhírek szerint bár erről nem esett szó, azért majd megpróbálom kifaggatni, hogy jelen pillanatban mi a többségi álláspont az MSZP-n belül ezzel kapcsolatban, de például arról is beszélünk majd Szabó Tímeával, a Párbeszéd társelnökével, hogy most mégis mi a helyzet a letelepedési kötvényekkel, és majd arról is, hogy a vörösiszap katasztrófa másodfokon hova juthat, esetleg előről kezdődik-e az egész tárgyalás, ugye első körben felmentették a 15 vádlottat, illetve szokás szerint a Start Plus-ban majd kulturális témákat is ajánlunk, például egy fesztivált az Y-generációnak, aki ez iránt érdeklődik, de lapszemmel először ezúttal Gréci Zsoltán, jó reggelt kívánok a DK szóvivőjével, és hát megütötte a szemem a Magyar Idők egyik címlapos anyaga, ami hát hosszan-hosszan folytatódik belül is, és hát az a cím, hogy az MSZP beállt a Soros kedvenc Majtényi mögé. Igazándiból azért ütötte meg ez a cím a szememet, bár nem kellett volna, mert én mindig elgondolkodom azon, hogy ez a sorosozás ennyire működik, hogy Majtényi Lászlót azért, mert az általa vezetett Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet ugye Soros György támogatta, ezzel már hitelteleníteni lehet a társadalom egy részében, ez működik ön szerint? A sorosozás egyrészt nettó antiszemitizmus, másrészt pedig azt gondolom, hogy a választók lenézése. Tehát Majtényi László, hogyha az ellenzék mögé áll, akkor egy hiteles, erős köztársasági elnökjelölt lehet a választáson, másrészt pedig, hát ha valakik hiteltelenek a sorosozásban, az maga a Fidesz, hiszen Orbán Viktortól Szájer Józsefen át, Németh Zsoltig, se szeri, se szám az olyan fideszeseknek, akik soros ösztöndíjjal kezdték meg politikai pályafutásukat. Tehát ez még morálisan is gusztustalan. Ugye erre azt szokták mondani az érintett fideszesek, hogy ettől még nekik nem kell ugyanazt gondolniuk a világról, mint Soros György. Hát egyrészt ugyanazt gondolták, hiszen Soros György azért hát bízta az ember meg őket. Változik. Hát lehet ilyet mondani, hogy az ember a köpönyegeit forgatja, de Soros György nyilván azért bízott meg ezekben a fiatalokban, egyébként nem jó emberismeretről tanul bizonyságot téve, mert azt gondolta, hogy ezek liberális fiatalok, akkor még azok is voltak, sőt, Kövér László akkor még szociáldemokratának vallotta magát. Hát a Fidesz azóta átesett néhány párforduláson, még az is lehet, hogy van még néhány a tarsolyukban. Ez a cikk arról szól, hogy a Magyar Időknek Nyakó Isten az MSZP-től azt mondja, hogy az MSZP elnöksége támogatja a civilek kezdeményezését, Majtényi jelölését, illetően ön pedig úgy kezdte, hogy ha az ellenzék beáll mögé. A DK be fog állni? A Demokratikus Koalíció elnöksége még nem ülésezett ebben a témában. Úgyhogy mikor így, fog? Hát szerintem vagy a jövő héten legkésőbb ez meg fog történni. De azért mondom, hogy egyszer Majtényi László körül már volt nemzeti konszenzus az ő személye körül, amikor a Gyurcsány kormány javasolta őt az ORTT élére, és a Gyurcsány kormánnyal lojalitással nem nagyon vádolható Sólyom László azonnal támogatta Gyurcsány Ferenc jelöltjét, Majtényi Lászlót. Tehát azt gondolom, hogy sok mindent kell mérlegelni a DK elnökségének ebben a kérdésben, például az, hogy hogyan viszonyul egyáltalán a DK részvétele egy ilyen köztársasági elnök jelölt ezt választásban. Mert ugye a Demokratikus Koalíció illegitimnek tartja az alaptörvényt, a Demokratikus Koalíció képviselői egyedüliként kivonultak a parlamentből, így sokféle nézőpontot kell majd. Igen, de oda tették feltételként, hogy amikor fontos törvényekről való szavazás van, és mondjuk a köztársasági elnök, bár a matematika szerint nem fontos, hogy ott van a DK, Majtényi László mindig a matematika miatt is fontos, mert a jelöléshez szükséges a hát DK ugye ez attól képviselőjének függ, az aláírása. Az ellenzéki pártok közül hányat sikerül meg? Hát a Jobbik nem hinném, hogy nagyon beállna mögé, de akkor így most azt erősíti, hogy akkor be kell állni a DK-nak is. Azért mondom, sok szempontot kell mérlegelni. Én a DK szóvivőjeként annyit tudok mondani, hogy az DK elnöksége még nem tárgyalta, de nyilván Majtényi László egy szimpatikus és alkalmas jelölt a pozícióra. Van még itt egy másik érdekes hír, amivel hát pont itt élőadásban tegnap Róna Jegon foglalkozott a Jobbik frakciójának a feltörésével, vagy nem feltörésével kapcsolatban, és adás közben jött a hír, hogy a belügyminisztérium szerint hát nem törte föl senki ezt az irodát.
Most akkor itt, ugye ez egy elkor gyorsaságú nyomozás volt a rendőrség részéről, ha ez alapos volt. Ezt igen, Pekris előtt gyorsan megállapítható, hogy valamit feltörtek-e, vagy sem. Igaz is lehet, hogy bárki, akit az utcán megállítunk, meg tudja állapítani egy irodáról, hogy feltörték-e, vagy sem. Vagyis? Annak, hát mert annak vannak külső nyomai. Ja, hogy valami, persze, de hogy akkor ebből milyen következtetés vagyunk, hogy ki nem tudta ezt megállapítani, a jobbikosok vagy a rendőrség? Hát meglepő lenne, ha a Jobbik mondjuk azt hazudná magáról, hogy feltörték egy irodáját, vagy mondjuk önfeltörést csinálnának azért, hogy felhívják magukra a figyelmet. Vannak más eszközeik, hogyha ezt el akarják érni. Szerintem a kormánynak semmiképpen nem érdeke, hogy a Jobbik körül bármiféle, mondjuk egy ilyen rendszerkritikus hír megjelenjen. Tehát azt gondolom, hogy ilyenek előfordulhatnak amúgy is, tehát lehetnek idióta emberek, akik feltörnek akár pártirodákat is, de szerintem a belügyminisztériumnak minden ilyen ügyet ki kell vizsgálni, egyszer a Jobbikét törik fel, aztán majd másikét fogják feltörni, ezek semmiképpen nem vetnek jó fényt a jelenlegi közállapotokra. A Magyar Nemzet arról a számháborúról is beszámol, amivel kapcsolatban is tartott tegnap sajtótájékoztatót, a Erzsébet utalványokból. Mennyi érkezett meg, mennyi nem? Ugye tegnap arról szóltak a hírek, hogy 98%-a nyugdíjasoknak megkapta, ebből 56 ezerre számra következtetett a Magyar Nemzet, hogy annyian nem. Most már ez 42 ezer lett, legalábbis a posta számításai szerint. Hát végül is akkor így halad az ügy azért. Hát csak az a probléma, hogy a DK előre szólt, hogy ez fog történni. Egyrészt nem utalványt kellett volna adni, ha már olyan elképesztően erősödik az ország állítólag, mint ami ennek hazudozzák, hanem akkor csak oda kellett volna adni ezt a 10 000 forintot a nyugdíjasoknak a számlájukra, és akkor mindenki elkölthette volna, amire akarja. Tehát nem véletlen, hogy sem a rendszer nem bírta ezt ki. Ráadásul azért is nagyon kínos, mert Orbán Viktor még levélben is önfényezte magát a nyugdíjasoknak, hogy milyen fantasztikus ember, hogy ő odaadja ezt a 10 000 forintot, amikor szerintem az aznapi keresete a családjának az néhány milliárd volt. Tehát így nagy miből? Hát ez az jó kérdés, miből? Hát miből feltételezi a néhány milliárdot? Hát mondjuk, ha csak a Faraon és Orbán Viktor vejének üzleti ügyeiről beszélek, hát ott is csúran cseppen gondolom, akár napi bevétel is. Saját lábon álló család. Ja, értem, a saját lábamon állnak, hát... igen, ezt lehet mondani, igen, az én adómból, és a nekünk szánt uniós forrásokból szépen gyarapodik ez a család. Visszatérve erre a történetre, hát rendkívül kínos, egy karácsonyi ajándéka még januárban nem ért még oda. Ez a teljes szociális érzéketlensége a kormánynak. Mit tapasztal működik ez az ajándék a nyugdíjasok szavazatvásárlási szempontjából? Mert nyilván ennek azért sokan örülnek, főleg aki minimál nyugdíjból él, nem is lehetne elvárni tőlük, hogy ne örüljenek neki. Sokan mondjuk felajánlották jótékony célokra, arról is hallani. Igen, ilyen is van, és nem gondolom azt, hogy attól, hogy valaki idős ember egyrészt ne örülhetne ennek a 10 000 forintnak, de nagyon sokan átláttak a szitán, és panaszkodtak arra, hogy ez egyrészt rossz ötlet, másrészt pedig semmi más, mint szavazatvásárlási szándék. Hát azt gondolom, olyan sok hozadékot ez nem jelentett. Hát tekintettel arra, hogy mondjuk nyugdíjasok fél napokat eltöltöttek a postán azért, hogy átvehessék ezt a állítólagos ajándékot, azt inkább szerintem magas vérnyomással honorálta meg nekik az ő természetük. Ha már beszéltünk Majtényi Lászlóról, akkor egy picit beszéljünk Botka Lászlóról is, bár ugye látszik, hogy a DK most kényelmes állás helyzetben van, mert amíg ugye az MSZP-n belül sincsen döntés, addig a DK-nak nem is illik és nem is teszi, hogy ebbe a kérdésbe beleszóljon. Mit szól ahhoz a városszerte elérhető pletykához, hogy valójában a DK most kíván, mert hogy a külön listás indulásra játszik? A helyzet azért zavarba ejtő, mert ellentmondások vannak az MSZP korábbi mondatai és a jelenlegi mondatai között. Ugye korábban azt mondták, hogy ne pártember legyen a miniszterelnök jelölt, hanem valami közös civil, közösen kell találnunk egy értelmiségit, aki majd legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje. Ezzel szemben megy Botka László bejelentkezése. Korábban az MSZP azt mondta, hogy neki előválasztási javaslata is van. Most Botka László volt is, tehát volt is igen, de utána Botka László azt mondta, hogy ez nem nagyon kell neki, ez az előválasztás. Ezen kívül Botka László tavaly nyáron azt nyilatkozta, miután elvesztette a választmányi elnöki posztot Hiller Istvánnal szemben, hogy ő már nem lesz miniszterelnök jelölt, ehhez képest most saját magát... Azt mondta, hogy nem lenne jól megmagyarázható, hogy egy párt, amely
saját berkein belül nem támogatja, kifelé hogy tudná eladni. Na de hát, ha ő maga szerint a saját pártja nem támogatja, és nem áll mögötte a saját pártja többsége, akkor hogy lesz egy demokratikus ellenzéki többség mögötte, hát még az ország többsége? Hát lehet, hogy a párt többsége mellette állna, csak azok, akik a tisztújításon egymással lemeccselték a pozíciókat, ők nem támogatják. Hát ezt én nem tudom, ez az MSZP ügye. Jó, szóval a külön listán való indulás. A demokratikus koalíció számára olyan csak az a megoldás jó, amelyik kormányváltáshoz vezet. Az, hogy most ez közös listát jelent, vagy közös miniszterelnök jelöltet nyilván jelent. Nyilván azért annyira ne legyünk listát... éve, minden párt mérlegeli, hogy mondjuk, ha bejut a parlamentbe, akkor lesz-e önálló frakciója, az hány fős lesz, ilyen szempontból a DK-nak most épp nincs félnivalója, tehát jól járna egy külön listával. Nem tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy sok DK-s lelkében van olyan, hogy jó lenne egy külön indulás, mert akkor igazán... Az ön lelkében mi van? Az enyémben? Vagy az elnökség lelkében? Az teljesen mindegy, hogy az én lelkemben mi van. A lényeg az, hogy nem elég az, hogy a DK-nek erős frakciója legyen. Nyilván abban bízunk és hiszünk is abban, hogy az lesz. Ez számunkra nem is kérdés. Az a kérdés, hogy eljutunk-e a kormányváltásig. Az embereket azt gondolom, ez sokkal jobban érdekli, mint Botka hogy melyik pártnak milyen frakciója lesz. Felbukkanásának, ennek a pozíciónak, hogy ő ezt vállalná, a DK inkább örül, vagy nem örül? Szerintem ezt mi rábízzuk az MSZP-re. Ez az hát a végén, ha az MSZP Botkát jelöli meg, akkor el kell dönteni, hogy a DK szereti annyira Botka Lászlót, alkalmasnak találja a kormányváltói pozícióra, vagy nem? Majd akkor el fogjuk dönteni. Hogy mi fog változni Botka László megítélését illetően? Hát például megnézzük, hogy mit nyilatkozik, milyen tervei vannak, hogyan képzeli el az ellenzéki együttműködést, módosítja az álláspontját akár a DK-val, akár Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban. Tehát itt nagyon sok minden befolyásoló tényező lehet. Mert ugye kritikus volt, azt mondta, hogy egy Gyurcsánnyal közös listára a választók nagy sokasága nem szavazna. Ezt ugye nem tudom, mire alapozza. Hát én meg a választók akaratára. Az Avec Research kutatásaira, jó, hát a legutolsó olyan választás, amin a két párt külön indult, az a Dunajvárosi időközi volt, az MSZP 8%-ot kapott, a DK 21-et. Tehát az pedig nem egy közvélemény kutatás volt, hanem egy választás volt. Tehát szerintem sok mindent össze kéne hangolni ahhoz, hogy itt az együttműködés harmonikus legyen. A DK nem áll keresztbe annak, hogy hiteles és jó egyeztetések legyenek a pártok között. Az biztos, hogy lesz itt munka az összehangolásban. Köszönöm szépen, Szabadai Viktorral fogjuk most folytatni.